Várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Reménység vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja ez. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök a heti igével is, amely így szól. Mindnyájunknak leplezetlenül kell odállnom Krisztus ítélő széke elé. Második Korintusi levél, 5. fejezete, 10. verse ez. Különösen is nagy szeretettel köszöntöm a gyászoló és emlékező testvéreinket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki dr. Murányi László szeretett testvérünkre emlékezik ezen a mai napon. Tisztelettel köszöntöm városunk vezetőségét, polgármester urat és egész családját, a polgármester asszonyt is, és a városvezetési képviselőnket. Mindenkit, aki erre a megemlékezésre érkezett. Hasonlóképpen egy másik család számára is tartunk ma megemlékezést. Az legyen itt szabad elmondanom, hogy 1931. június 7-től 1942. november 8-áig volt ennek a gyülekezetnek a lelkésze, Kován Murányi György, és az ő fiam volt dr. Murányi László. Murányi Lászlót nagyon sokan ismerték, mint kisgyermek és fiatal ebben a gyülekezetben, és nagyon sokan szerették őt. És azért is tartottuk fontosnak, hogy legyen egy ilyen istentisztelet, ahol őről megemlékezünk, visszaemlékezünk őre. De sokan nem tudtak eljönni az ő temetésére, amely Kiskörösön volt november 10-én, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen istentisztelet az egy méltó alkalom arra, hogy aki nem tudott eljönni a temetésre, most megemlékezhet őről. Kezdjük Isten tiszteletünket az első énekünkkel. Thank you.
megjelenik, és meglátják mindenet. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Hallgassa meg a gyülekezet hittel és figyelemmel a mai vasárnap oltár előtti felolvasásra rendelt igéit, amint megírva találjuk Máté evangéliuma 25. fejezetében,
A 31. verstől a 46-ig a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor oda ő dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskétől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak nekik az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek el előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Magasztaljuk a Szent Háromság, egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Thank you.
ezerszer tízezren álltak ő előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Amen. Csülekezett, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban felolvasott két ige vers, egy látomás Dániel próféta könyvéből. És ahogy elolvastam és elgondolkodtam azon, hogy valójában ez egy ítélethirdetés, eszembe jutott, ami egy jó néhány évvel ezelőtt történt, és a fiatal sár gondolatait igen megrázta jó értelemben. Az jutott eszembe, amikor feltörték a kréta rendszert, ez talán tavaly volt, és a hittanórán jó néhány fiatal boldogan jelezte, akkor megkérdeztem, hogy mi az örömhírük, hogy hát talán az, hogy eltűntek a rossz jegyeim. Kérdeztem, hogy mi ebben a jó. Kérdeztük, hát talán nem örül ennek, hát nincs egy egyes, egy kettes se a naplóba. Hát mondtam, hát persze, hogy örülök, de azért ez egy furcsa jelenség, és azért valahogy ez mindenkiben ott megmaradt, hogy volt egy pár nap, amikor egy diáknak a naplójára se lehetett rálátni, és ezt ők örömmel könyvelték el. Megmaradt bennem is az ő örömük, meg ez a tény, hogy ilyen előfordulhatok, de önmagában az, hogy eltűntek a rossz jegyek. Velük maradt ez a néhány nap, ez a történés. Miért is? A diákok öröme miatt. Olyan könnyűnek érezték magukat, így előttem vannak. Mennyire jó rossz jegyek nélkül megállni, ha csak pár napra is. Amikor nincs szem előtt, vagyis egyáltalán nincs az ember előtt a hiba, a mulasztás, az elrontott dolgozat, az elrontott számok kérése. A látomás kapcsán, az ítélet hirdetés kapcsán, ez is eszembe jut, a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója, gyapai tanár úr, aki történelmi tanár volt, soha nem adott egyest senkinek. Addig nyúzta az illetőt, aki nem tanulta meg az anyagot, amíg csak megtanulta. És ha 3 órán keresztül kellett valakit feleltetnie, akkor addig feleltette, míg az a tanuló meg nem tanulta. Egyest soha nem adott, ha valaki szóbelileg felelt, valaki felelt. Ez egy akkora kegyelem volt, amit sokan átéltek. És magammal vittem ezt a tanítási módszert. Eszembe jött aztán számos későbbi vizsga, számonkérések, online vizsgák, akár több is egy napon. És egyszer csak elő mindenki életében ez a felsóhajtás, hogy jaj, de jó, befejeztem a tanulmányokat, jöhet a nagybetűs élet, amikor nagy valószínűséggel már nem lesznek ilyen nagy vizsgák. És akkor egy kicsit megkönnyebbülöm. És a később jövünk rá, hogy az élet másképpen vizsgáztat, de vizsgáztat és tovább vizsgáztat. Másfajta képpen. Én nagyon érdekes ez a gondolat, hogy ilyen mának ne törődj ilyen dolgokkal, hogy majd valakinek meg kell felelni, meg hogy lesz utolsó élet, utolsó ítélet. Nagyon sokan a mának élnek is. Nem gondolnak bele abba, hogy a felnőttség az felelősséget jelent. Felelősséget vállalni valakiért, vagy valamiért. Ettől válok igazán éretté és igazán felnőtté. Világunk egy idézet szerint pont ilyen. Elhasználjuk a teremtett világ kincseit, emberek kihasználnak embereket önös érdekeik miatt, a végletekig terheljük testünket, testi, lelki, mentális egészségünkre nem marad elégítve. Hajtás, rohanás, mókuskerék, ez a mindennapi élet.
ritka, amikor megállunk arról gondolkodni, hogy véget ér az egyházi esztendő a jövő vasárnap, örök élet vasárnapjával, és egy új egyházi esztendő kezdődik majd. Talán kevesen vagyunk, akik leülünk, és erről gondolkodunk, hogy lesz utolsó ítélet. Nem tudom, kinek kérdése ez ma, hogy lesz utolsó ítélet? Oda fogunk kerülni egytől egyig Isten ítélő széke elé. Ezzel a kérdéssel nagyon foglalkozunk, és talán nem is szeretünk ezzel foglalkozni, pedig nagyon fontos. Nagyon fontos tudni, hogy honnan jövünk, és merre tart az életünk. Nagyon fontos az életünk kezdete, és az életünk vége is. És ennél már csak az fontosabb, hogy a kettő között mi zajlik. Mi történik az ajándék időben? Kérdésünk-e, hogy honnan jövünk, és hová megyünk? Azt hiszük, hogy a semmiben megy az életünk, hogy porból vétettünk, és porrá leszünk, és ennyi. Vagy pedig van valami plusz az életünkben. Dániel látomása egy idős úrról szól, aki előtt meg kell állni, és aki igazságosan ítél. Trónokat látunk magunk előtt, fehér ruhába megjelenik az örökkévaló. A trónja olyan, mint a lángoló tűz. Előtte semmi sem maradt titokban. Ő, az örökkévaló, nem befolyásolható. Ítélete meg nem kérdőjelezhető. Feltűnő, hogy végtelenül sokan szolgálnak neki. És ekkor könyveket nyitottak fel. Mi is történik? Ítéletet mond a nemzetek és birodalmak felett. A Földön ő adott saját hatalmából nekik. Ha valamelyik felsőbbség visszaért hatalmával, Isten elveszi tőle, és másnak adja. Milyen az Úristen? Milyennek tűnik az ítélet valóságában? Igazságot hozónak, és igazságosan ítélőnek. És amint a földi életben nem nyert igazságot, azt az Úristen kiegyenlíti a maga igazával. Ilyennek látjuk őt Dániel proféta könyvéből. De mi már azt is tudjuk, hogy Isten az ő fiának, Jézus Krisztusnak is hatalmat adott és dicsőséget adott a saját királyságából, saját hatalmából. Jézus maga is itt tanította a tanítványait Lukács evangéliuma szerint. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. A végső ítéletkor az fog örömet okozni nekünk, ha majd felolvassák a mi nevünket is. Kívánjuk is reménység vasárnapján, hogy szeretteink nevét és a mi nevünket is felolvassák majd. Az örök életbe juthassunk Jézus Krisztus Urunk kegyelme által. Félelem nélkül így tekinthetünk előre a hit bizonyosságával. Adott nekünk egy könyv, a Biblia, amely segít ahhoz, hogy reménység vasárnapján is hitben tudjunk előre tekinteni. Jézus arról tanított, hogy van, hogy létezik egy átmenetel, egy átlépés az életből a halálba. És ő az, aki nekünk ebben a legtöbbet tud segíteni. Hogy hitáltal az ő kegyelmében tudjunk reménykedni és bizakodni. Reménység vasárnapján ez a legfőbb üzenet. Pedig a legnagyobb kérdés, van-e reménységünk? Van-e reménységünk, hogy Krisztus hitáltal kegyelmet ad nekünk az utolsó ítéletkor? És hogy hit által, és Krisztus kegyelme által az örök életbe jutunk. De jó Isten adja meg nekünk, hogy félelem nélkül gondoljunk előre, és jó Istenben vetett teljes bizalommal. Murányi
László, akiről ma megemlékezünk, és akinek a családjának a vigasztalódást kívánunk, itt egy verset. Az a címe, hogy Kérelem. Tartalmában csodálatosan illeszkedik ehhez a mai vasárnaphoz. Ezért szeretném felolvasni imádságképpen. Kérelem. Csak a félelmet a haláltól, csak azt ne add, Uram. Egy pillanatra némuljon el a tücsök, roppanjon eltört szó, kimért vajudásom csak annyi legyen, hogy magam veszteségem villámcsapása agyam tekervényeit meg ne járhassa. Hogy madárnak csak utánam szólhasson, hal forduljon értem egyet sejmes vizében, a csend még egy jobb tárnyit feszüljön, utolsó rebbenésem, zajt ne keltsen. Ha véget ér az utam, a félelmet, a haláltól, csak azt ne add, Uram. Amen. Isten nyugosztalja őt békességben. Őróla új lenyelben fogunk megemlékezni a jövő vasárnap. A mai napon imádságban emlékezünk meg dr. Murányi László testvérünkről, akinek a temetése Kiskörösön volt november 10-én. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családtagoknak. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy harangjaink a héten Mrász Pálné született Kecskés Mária 25 éve előre ment testvérünk emlékére is szóltak. Isten áldja meg előre ment testvérünk emlékét, az emlékezőket pedig ajándékozza meg vigasztaló kegyelmével. Köszönjük az igeolvasás szolgálatát Adorján Liza testvérünknek. Visszatekintéseinket is hirdetem. Múlt vasárnap délután ökumenikus békeima volt az alsódabasi katolikus templomban. A héten megtartottuk rendszeres alkalmainkat, kedden bölcsődött foglalkozás volt, majd babamama kör. Délután pedig zenés állított volt biblia óra az Erdekert idős otthonban. Pénteken konfirmációs óra, illetve kóruspróba is volt. Előretekintéseinket is hirdetem. Ma délután Béla keresztény énekes ad koncertet Sáriban a Zarándokházban. Tehát nem itt a templomunkban, hanem Sáriban lesz ez a koncert, délután 3 órakor. 240 éves a gyülekezetünk, ebből az alkalomból kerül megrendezésre ez a koncert, melynek anyagi támogatásáért köszönetet szeretnék mondani a Dabasi önkormányzatnak. Kérjük testvéreinket, hogy egy koncertjegy árának megfelelő adománnyal érkezzenek a koncertre, mert az adományból a júliusban elhunyt Kocsi Andrásné Vanda
félárván maradt 4 gyermeke számára gyűjtő karácsonyra adományt. November 25-én szombaton délelőtt a bölcsödénkben lesz kisgyermekek, bölcsödések és óvodások számára adventre készülődő kézműves foglalkozás. 9 órától délig tartjuk ezt az alkalmat. Ezt az alkalmat most kifejezetten a kisgyermekek, kisgyermekes családok számára hirdetjük meg. Szeretettel várjuk őket a bölcsödében. Jövő vasárnap, örök élet vasárnapján, délután 5 órakor is lesz istentisztelet, elhunyt szeretteink emlékére. Szeretettel hívjuk erre az istentiszteletre a gyászoló testvéreinket. Hirdetem azt is, hogy december 2-án szombaton Inárcson a református evangélikus kis templomunkban adventi hangverseny lesz délután 5 órakor a kórusunk szolgálatával. Közeleg az adventi idő, és ezzel együtt a templomba eljárni már nem tudom idős testvéreink meglátogatása. Egy kis jelképes ajándékkal szeretném meglepni őket a gyülekezet nevében, ahogy ez mindig is történt. Ehhez szeretnénk támogatást kérni testvéreinktől, ahogyan ez minden évben meg szokott történni. Aki külön erre a célra szeretne adományozni, kérjük az irodában tegye ezt meg. Köszönjük szépen előre is. A múlt vasárnapi istentiszteletek offertóriuma összesen 26.700 forint volt. Az egyház fenntartási járulékok befizetése a héten 138.000 forint volt. Szeretnék is kérni a kedves testvéreket az egyház fenntartói járulék mielőbbi, legkésőbb november végi befizetését azoktól, akik ezt még nem tették volna meg, mivel a gyülekezetünk választói névjegyzékét december végéig meg kell újítanunk. 2024-es esztendőt majd presbiter választással fogjuk megkezdeni. A héten 9000 forint adományt kapott gyülekezetünk. Köszönjük szépen az adományokat, gyülekezetünk támogatását. Isten áldása legyen az adományozókon és az adományok helyes felhasználásán. A mai virágadományt köszönjük szépen Sikor József néptestvérünknek. Hirdetésünk minden tárgyán legyen a mi Urunk és Istenünk áldása. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Minden cselekedeted az emberi javát szolgálja, így elővendő ítéletet.
lenni, és mindezek ne adjanak okot arra, hogy elbízzuk magunkat. Könyörgünk, Úrunk, a gyermekekért és a fiatalokért, adj, hogy minden napjainkban úgy tudjuk elég élni hitünket, hogy azzal tanulj legyünk szeretetednek, és elvezessük őket hozzád. Könyörgünk, Úrunk, a betegekért, beteg testvéreinkért, és a gyászoló testvéreinkért. Úrunk, vigasztal meg azokat a gyászoló testvéreinket, akik dr. Murányi László előlevett testvérünkre emlékeznek ma. Kérünk, enyhítsd a gyász okozta sebeket, mert a gyászolók szívében, hogy te azért jöttél el közénk, hogy örök élete legyen minden embernek, aki hozzád fordul kegyelemért. Tudasd a gyászolókkal, hogy te ma is élsz, és nem hagysz minket elveszni. Elég tisztük az emlékező családok bánatát is, akik Mrász Pálné született Kecskés Mária előremelt testvérükre emlékeznek ma. Kérünk, vedd körül az emlékező testvéreket kegyelmeddel, állj melléjük vigasztalásoddal, atyai gyógyító szereteteddel. Azzal a biztatással, hogy harmadnap feltámasztottad egyszülött fiadat a halálból. Kérünk, mindjájukat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bőszíthez jussunk, akaratod szerint éljünk. Egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, el nem múlunk örömmel. Könyörgünk, Urunk, a világért, hogy sok agresszió, gyűlölet és az ebből fakadó háborúskodás, terrorizmus napja át mostanában különösen is. Kérünk azt, hogy felismerje a világ, csak megbékéléssel lehet megoldani a konfliktusokat. Urunk, kérünk, hallgass meg legszemélyesebb imádságainkat is egy perces csendben. Köszönjük a te szent lelkedet, amely megvigasztalja a gyászoló szíveket. Köszönjük a te szent lelkedet, amely egyesít, és amely a valódi, igazi megbékélést tudja adni. Urunk, köszönjük a szent lelket, amely hitet ébreszti, erősíti mindannyiunkban. Áldásod kísérje az előttünk álló új hetet, annak minden napját, minden naptárban beírt eseményét. Urunk, használj fel bennünket a te országod építésében tanítványként, hogy azt az örömhírt szólják szavai, amelyek te bíztál ránk, hogy vigasztalást, erőt és biztatást adjon minden kimondott mondatunk, mindazok számára, akiknek erre van szüksége. Urunk, áld meg bennünket is, hogy mindazok körében ott legyünk, amit téged szolgálnak, itt és majd odáig is. Urunk, kérünk, hallgass meg együtt és közösen mondott imádságunkat is. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, feláldozzuk az áldást. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.